Az idei ünnepi program érdekessége, hogy bár nem tervezett módon, mégis a szexhártoz kötődő kutatások és ásatások eredményei kerültek túlsúlyba az előadásokban. A nap tematikája szerint az őskortól a 21. századig 11 előadásban követhették az érdeklődők az elmúlt esztendőben napvilágot látott eredményeket. Szó esett többek között egy Árpád-kori faluról, Szekszárd város határában, a szemes kályhák mintáinak üzenetéről, de a szekszárdi borvidék 21. századi történetéről is. A Vasinszky-Mór megyei múzeum besorolása szerint megyei hatókörű városi múzeum, egy alapvetően Tolna megye területén végzünk kutatásokat közgyűjteményként, de természetesen a múzeológusaink segítségével, múzeológusaink munkájával tudományos tevékenységet is folytatunk, és ez az a fórum, az egyik olyan fórum, amelyen meg tudjuk mutatni az adott évi szakmai tudományos munkánkat. Az elhangzott előadások a jövő évi múzeumi évkönyvben megjelenő tanulmányok alapját képezik.